Vállalták a veszélyt, mert úgy gondolták, ott a helyük, ahol baj van. A Hableány sétahajó dunai tragédiája világszerte megdöbbenést keltett, s bár kezdetben a kiemelést és az elhunytak keresését végző szakemberek munkájáról kevesebb szó esett, utóbb őket is megismerhette a közvélemény. Az évszázad egyik legkockázatosabb folyami bevetésének szolnoki szereplői is voltak. Ez ráadásul olyan beavatkozás, akár az életjel mentőcsoporttól, akár a búvároktól, ami azt gondolom, hogy Európa szerte is vitt a hírét annak, hogy a magyar felkészültség milyen. A szolnoki felkészültség ezen belül milyen, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Szolnok polgármestere hangsúlyozta, olyan emberekről van szó, akikben minden körülmény között meg lehet bízni. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy helyben már mindannyian bizonyítottak. Nyilván benne volt az is, hogy akár az életét kockáztatta egy búvárotok, hogyha lement olyan helyre, ami az Isten tudja, hogy igazából milyen körülményeket teremtett. A kutatócsoport pedig egészen biztos vagyok benne, hogy mindent megtett azért, hogy lehet a legtöbbet kihozzá ebből a dologból. Mi Szolnokon ismerjük a ténykedését mind a két csapatnak, számos alkalommal találkoztunk. Igazából talán a legkritikusabb, legélesebb ez a 2000-es árvíz volt, amikor a búvárok beavatkozása nélkül egyébként nem biztos, hogy meg tudtuk volna tartani a Tiszaligetet. Rég volt, itt az emlékeink elnyúlnak így 19-20 év távlatába is, az életjel mentőcsoport pedig mindenben itt van, kutyástól, mindenestől, és az életünk része. A szolnoki búvárok közül négyen vettek részt a Hableány kiemelésében. A Búvár Kft. Ügyvezetője tanácsadóként segítette a munkát. Mindenképpen nagyon nagy elismerés azoknak a búvároknak, akik az emelőköteleket, illetve hevedert aláfűzték a hajónak, hiszen a vízállás az a mindenkori érvényben lévő magyar merülési szabályzatoknak ellentmondott. Budapesti vízállásnál maximum 300 cm+300 cm-es vízállásig biztonságos merülni, ott abban az időszakban több mint 500 cm volt a vízállás. Tehát olyan sodrással kellett számolni a búvároknak, ami hát minden képzeletet fölülmúlt, hiszen az osztrák búvárok sem vállalták a merülést. Ifjú Pap Zoltán a második körben merült. Volt olyan feladat, amikor az ablakokat kellett bereteszelni egy ilyen vasdarabbal, hogy esetleg akik még bennmaradtak, azok ne ússzanak ki emelés során, plusz az emelőhevederek, amik már említve voltak, azoknak az átfűzése. Elismerést kapott Pap Zoltán ügyvezető, aki szintén részt vett a merülésben, és a műveletet biztosító Héja Milán Tamás is. A város oklevelét rajtuk kívül az életjelmentő csoport tagjai is átvehették. Juhász József és Antal Dávid 5 napon át keresték az eltűnteket Túri László vezetésével. A miskolci mentőkutyásokkal együtt egy szemét biztosan jelöltünk be, akit később Paksnál megtaláltak, de tehát irtózatos területről beszélünk, 60 kilométert kellett átnézni a kutyáknak, ami, hogyha végig gondoljuk, hogy ezt végig kellett szaglásznia, és végig kellett menni minden áldott nap, pont akkor voltak ezek a 40 fokos, vagy közel 40 fokos hőségek, ez eléggé megterelő volt kutyára és emberre is nézve, de természetesen akik ott Pesten a hajóroncsnál ténykedtek, az szerintem világszínvonalú. Az akciót, melynek keretében sikerült a szerencsétlenül járt hajót kiemelni a Dunából, és az elhunytakat egy főhíján megtalálni, a Terror Elhárítási Központ irányította. A történtek nyomán a TEK hasonló helyzetekre készülve megkezdte egy gyors reagálású hálózat kiépítését, melyben helyet kapnak a szolnoki szakemberek is, hangzott el a Városházán.